Dr. Mohácsi Lénárd, ügyvéd. Dr. Mohácsi Lénárd vagyok, ügyvédként dolgozom, Győrött van az irodám, és van egy alirodám Budapesten. A gimnáziumi tanulmányaimat Győrött végeztem, a Bencés gimnáziumban. Ez tulajdonképpen onnan jött, hogy a családban a nagypapám is már a Bencéseknél végzett Győrött, sőt a nagybátyám Pannonhalmán. Ezért én azt gondoltam, hogy megfelelő iránymutatást adhat az életre ez az iskola, ami nagyon jó is volt egyébként. Ezt követően kerültem Budapestre, az ELT-n végeztem el jogi tanulmányaimat, majd jelöltként Budapesten kezdtem el tevékenykedni. Egy éves jelölti tevékenység és munka után visszamentem Győrbe, és Győrben abszolváltam tulajdonképpen a jelölti időszakot egy nagyon jó és neves ügyvédi irodában, tehát sokat köszönhetek a principálisomnak, hogyha így szabad fogalmazni. Ezt követően egy évet tevékenykedtem még principálisom mellett, majd nyitottam egy saját irodát, és a saját irodában most már több alkalmazottal tevékenykedik. Az ügyvédi irodámban főleg büntetőügyekkel foglalkozunk. A büntetőügyek mellett egyéb iránt vannak gazdasági ügyek is, polgári ügyek is, családjogi ügyek is, tehát tulajdonképpen elég széles spektrumon mozognak azok az ügyek, amiket elvállunk, de a fő irányvonal az a büntetőjog. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye, amikor az ügyfél bejön, és tulajdonképpen egy büntetőügyben a megbízást elvállalja a védő ügyvéd. A legérdekesebb dolog az mindig, és tőlem is mindig azt kérdezik ezekben az ügyekben, hogy hát hogy tudom én elvállalni, hogyha tudom, hogy elkövette ezt a cselekményt, vagy bűnös. Én erre mindig azt az egyszerű példát, profán példát szoktam mondani, hogy tulajdonképpen engem nem érdekel, hogy elkövette vagy nem, engem megbíznak, én végzem a munkámat, azt megpróbálom jól végezni, hogy az ügyfél elégedett legyen, mindenkit megillet a védelem joga, én azt gondolom. Tehát ami az én világomtól és meggyőződésemtől nem áll távol, azokat az ügyeket természetesen elvállalom. A megbízás másik sarkalatos problémája és kérdése az mindig az, hogy, és ezzel is szoktak a barátaim heccelni, hogy hát tulajdonképpen most én tudom az igazságot, vagy nem tudom az igazságot. Érdekel, hogy elkövette, vagy nem? Én azt gondolom erről, hogy akkor tudja a védőügyvéd megfelelően ellátni a tevékenységét, amennyiben őszinte vele az ügyfele. Én azt szoktam mondani mindig a védencemnek, hogyha megkeres egy büntető ügyben, hogy jelen pillanatban én vagyok az Atya Úristen. Én tudok neked segíteni, én vagyok apád, anyád, testvéred, és egyben a Jóisten is, aki meg tud menteni téged attól, ami rád vár. Tehát, hogyha te velem őszinte vagy, akkor a legjobbat tudom kihozni az ügyedből, ha nem, akkor nyilván érhetnek minket meglepetések, ami sem neked nem jó, sem nekem. Szóval ez egy érdekes dilemma mindig ebben a szakmában, de ettől szép, én azt gondolom. Tulajdonképpen a büntető ügyek mellett a polgári ügyek egy kicsit más aspektusból kell, hogy megközelítsem. Nyilván más célok, más ügyfelek, más egy kicsit az ügyfélkör is, de azt gondolom ezeknek az ügyeknek is megvan a maguk szépsége. Nyilvánvaló a bíróságon, a polgári peres eljárásokban is ugyanúgy az embernek oda kell tennie magát, mint egy büntető eljárásban, ugyanúgy igényes beadványokat kell írni, de azt gondolom, hogy az igazi ügyvédi munka az a védő ügyvédi munka. Ugye nehéz kérdés ebben a szakmában, hogy mi is a siker? Ki hogyan könyveli el a sikert? Kinek mit jelent a siker? Számomra a siker az tulajdonképpen két oldalról közelíthető meg. Siker egyrészt az, hogyha egy ügyben eredményesen járok el, és az ügyfél elégedett azzal, amit kap. Ez az egyik oldala a sikernek. Nyilvánvaló minden, tehát hazudik az, aki azt mondja, hogy ez neki nem siker, hiszen ezért dolgozunk. Siker az, ha megfizetnek nyilván, mert az is egy siker. Az egy anyagi siker. De én azt gondolom, hogy ebben a munkámban legalábbis nekem nagyon fontos az is, hogyha, és akkor érzem, hogy igazán sikeres vagyok, hogyha nem csak az ügyfél elégedett az én munkámmal, hanem a bíróság, a kollégák, illetőleg akár a másik oldalon az ügyészség képviselője respektálja tulajdonképpen az én munkámat,
mert azt gondolom, hogy ők azok, akik ezt igazán meg tudják ítélni, és ők azok, akik ezt igazán át tudják látni, hiszen ők is szakmabeliek. Tehát, ha konkrétumokat akarok mondani, nekem például kezdőügyvédként óriási siker volt az, hogy az ítélőtáblám a 70 éves főügyész úgy kezdte el a perbeszédjét, az én perbeszédemet követően, hogy ő eddig életében ilyen összeszedett és ilyen rendezett védőbeszédet még nem hallott. Nekem ez egy óriási siker, ez egy óriási respekt. Én azt gondolom, ezek azok az apró momentumok, amik az embert előre viszik a munkája során. De nekem az is siker, amikor egy előzetes letartóztatásos tárgyaláson azt mondja a bíró, hogy ennyire részletes és ennyire tökéletes összeszedett előadást ő még nem hallott. Ezek mind sikerek. Apró sikerek, igaz, de ezek azok, amik előre lendítik az embert, azt gondolom a szakmai pályafutása során, és ezek adják azt, hogy igenis érdemes ebben a szakmában is küzdeni, még hogyha nem minden ítélet felmentő ítélet, akkor is azt gondolom, hogy érdemes, és végig kell menni ezen az úton, és végig kell csinálni. Ugye felmerül a magánélet és a munkának a kérdése. Ugye ez a tipikus olyan munka és olyan tevékenység, ami nehezen egyeztethető össze a harmonikus családi élettel, ugyanis nyilván egy ügyvédnek az élete az éjjel-nappal csak a munkáról szól, és ezt nehezen tudják tolerálni. Én azt gondolom, hogy akkor működhet jól egy családi élet, hogyha az ember párja, illetőleg felesége vagy társa ugyanilyen tevékenységet végez, átlátja ennek a negatív és jó oldalát is, megérti, ekkor működhet tulajdonképpen ez a dolog. Nem egyszerű, annyit azért elmondhatok. De emellett nyilván szükséges ahhoz, hogy az ember kiegyensúlyozottan is jól végezze a munkáját, hogy a szellemi fáradtság mellett a fizikai fáradtságra is odafigyeljen, és fizikailag is lemerítse a szervezetét, vagy kimerítse a szervezetét. Úgyhogy én ezt úgy oldom meg, hogy természetesen hetente 4-5 alkalommal próbálok sportolni. Ezt vagy futással, vagy kerékpározással teszem meg, vagy emelkedő teniszezlék. Tehát mindenféleképpen kell, én azt gondolom, egy kis fizikai felüdülés, kimerülés ahhoz, hogy az ember újra-újra belelépjen abba a mókuskerékbe minden héten, ami hétfőn elkezdődik, és vasárnap véget ér.